talán kimondhatjuk nem első alkalommal, hogy a függőségek korát éljük. De hogyha azt mondjuk, hogy függőség, milyen függőség jut az eszünkbe? Kábítószerfüggőség, alkoholfüggőség, de ezen kívül még nagyon sok minden más függőség van, ami lehet, hogy nem is gondolnánk, hogy az. Például a közösségi média függőség. És vajon mi lehet az oka annak, hogy függőké váltunk? Lehet, hogy valami hiányzik az életünkből. És vajon mi az? Talán az élmények? Azt hiszem, milyen utakon és ilyen témákban kezdtek el beszélgetni egymással két barát, mondhatom, hogy barát, akik igyekeznek valamiféle megoldást, vagy megoldási javaslattal előállni egy egészen egyedi ötlettel. Mi ez egész pontosan? Kihez szóljak elsőként? Mi ez az ötlet, amiben belevágtatok most? János. 2018-ban így Levente barátommal egy edzőteremben találkoztunk, és az edző mondta nekünk, hogy van egy érzése, hogy nekünk beszélgetnünk kell. És beszélgettünk, meséltem a múltamról, meséltem a munkámról. Mi, amit tudnunk kell a múltat kapcsán, néhány mondatban? Nekem is voltak a függőséggel kapcsolatos problémáim. Nekem nem a közösségi média, hanem a különböző tudatmódosítószerek. 19 évvel ezelőtt sikerült ettől megszabadulnom. És nekem ez volt a problémám, és én függő embereknek segítek, tehát ez a munkám. És én meséltem Leventének erről, hogy mennyire szeretem a hivatásomat, és hogy mennyire élvezem a mindennapokat, hogy segíthetek függő embereknek. Ezen a szálon indult el a beszélgetés, elmondta azt is, hogy ő mivel foglalkozik, és akkor azt gondolom, hogy egy-két héten belül kipattant a szikra, hogy valamit csinálnunk kell. És ő mivel foglalkozik? Ez fontos elmondani, hogy azt hiszem én is a függők táborát erősítem, én mondjuk főleg nálam a munkafüggés volt jelen az életemben. És ugye Jani is említette ezt, így elkezdtük gyúrni ezt az ötletet, hogy ő miben jó, illetve a barátom és társam, miben vagyunk jók. Tehát bocsánat, a munkafüggőség, mint olyan manapság, az gondként vetődik fel ebben a világban? Tehát, hogy a munkáltató felől nem feltétlenül. Onnan nem. Nem, mondjuk én vállalkozó vagyok, de hogy nekem úgy volt jelen az életemben ez, hogy kitűztem egy célt, és igazából körülötte lévő dolog semmi nem érdekelt. Tehát csak haladtam egészen a cél eléréséig, amit amikor megvalósítottam, hogy elértük, akkor jött egy újabb cél. Ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, mert tűnik kívülről, de körülöttem minden széthullott. Nyilván például a családom is széthullott. És akkor ugye sokat beszélgettünk a Janival, hogy ugye ő nagyon jó, tehát nagyon jó ebbe a prevenció jellegű dolgokba, illetve nem csak prevenció, hanem a segít a srácoknak, illetve mi élményparkokat üzemeltetünk. És akkor ebből hogy lehetne egy ilyen fúziót létrehozni, ami igazából arról is szól, hogy segítünk másoknak. Jól mondom? Én azt hiszem, jól igen, mondom. Igen. És megpróbáltunk egy olyan területet keresni, amivel senki nem foglalkozik. A fő csapás irány így a munkámban az a szerfüggők voltak, de én azt látom így a mai világban, a családomból kiindulva, hogy nagyon nagy probléma az online játék és a közösségi média függősége, és kicsit úgy éreztem, hogy ez a téma ez el lett hanyagolva, úgyhogy ezen a szálon indultunk el, tehát szerettünk volna ebben lépni valamit. Milyen veszélyek, milyen következményei vannak a közösségi média függőségnek például? Talán én azt mondanám egyébként, hogy nem elhanyagolva lett, hanem nem is foglalkozik vele senki. De ennek mi az oka vajon? Ennek szerintem szertág az oka van, amire nem feltétlenül mi tisztünk ezt megmondani, de mindemellett azt mondom, hogy leigény legyen a talpán, aki megmondja, hogy mostani fiatalokból mi lesz 40 évesen. Hiszen nincsenek valós élmények az életükben, tehát offline élmények az életükben, és ez nekünk még ugye megvan ez a gyermekkorunkból, ahol vissza tudunk nyúlni, és elő tudunk venni olyan emlékeket, amiből azt gondolom táplálkozni tudunk. Ez talán a társadalmilag elfogadott függőségeket, táborát bővíti a közösségi média függősége. Én azt gondolom, hogy kicsit azért lett elhanyagolva, mert mindenki használja, tehát így annyira nem is feltűnő, mint mondjuk egy drogos az utcán, mert mindenkinek a kezébe telefon van. És hogy mit okoz? Én kimerem jelenteni, hogy elmagányosodást, depressziót, nem valós célok kergetését, minőségi idő hiányát, és még sorolhatnánk, hogy milyen következményei lehetnek ennek a függőségnek. És ezen hogyan lehetne bármilyen módon is segíteni, például azzal, amiben most belevágtatok? Fontos, hogy mi nem megoldás, hanem mi egy irányt szeretnénk mutatni, tehát senkitől se várjuk el azt, hogy tegye le honlap a telefont, és ilyen
azonnal ilyen telefonabszientek is tudom mondani hirtelen. Tehát senkitől sem várjuk el azt, hogy letegye a telefont, hanem tanuljon meg helyesen használni. Ugye a mi ötletünk az egy ilyen szabaduló szoba elvére alapul, de hogy ez nem egy szabaduló szoba, hanem ez egy ilyen offline szembesítő élménypark. Amit úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag nem szobák vannak, hanem területeket kell bejárni, kijutni adott területről, ahol mindenféle függőséget, de főleg a mobil és közösségi média függőséggel szembesülnek, és szembesítjük ezáltal őket, hogy a mindennapi életben mennyire veszi el a minőségi időt az életüktől. Tehát tulajdonképpen nem az van, hogy valaki azt mondja, hogy én függő vagyok, és nekem el kell mennem, hogy megcsináljam, hanem el kell valahogy oda juttatni őt, ahol fölismertetitek vele, hogy tulajdonképpen ő függő, tehát ez az első lépés? Nem is feltétlenül kell, mert én nem gondolom, hogy csak függők fognak ide eljönni, hanem eljöhet oda bárki. Telefont mindenki használ, talán egy kicsit szembesül azzal, hogy nem csak a képernyő előtt történnek a dolgok, hanem vannak valós élmények, ami nagyon értékes és nagyon fontos az ember életébe. Persze, hogy ezt mi úgy raktuk össze ezt az élményparkot, hogy mindenképpen jelen legyen az, hogy a mobiltelefon nélkül mennyivel jobb. Néha le kell tennünk. És nem szeretnénk, mint ahogy a Levi is mondta, hogy mi nem azt mondjuk, hogy holnaptól, aki odajön, az nem fog Facebookot használni. Nem is ez a cél, hanem az, hogy lásson egy másik utat is. Tehát lásson egy irányt, hogy van más lehetőség is, mondjuk megelégedett és boldog pillanatok elérésére, és nem feltétlenül egy like-ban kell ezt mérni. Így van. Hogyan lehet megtalálni az utat vajon a potenciális odalátogatókhoz, hogy tényleg kíváncsiak legyenek és elmenjenek? Mivel lehet őket megfogni vajon? Azt gondolom, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy tárkapukat döngetünk. Tehát, hogy ezt mindenki látja, hogy probléma, csak senki nem foglalkozik vele. Tehát bármelyik irányba indulunk el, mindenki azt mondta, hogy szívesen látunk titeket. Tehát olyan rengeteg iskolával áll kapcsolatban, és mindenhol azt mondták, hogy nagyon szívesen kihelyezett osztályfőnöki órákat azonnal, holnaptól. Tehát mi lenne a cél az, hogy főleg iskolákat, vagy nagyjából hogy lőjtek be a potenciális célközönséget? Én azt gondolom, hogy mindenképpen a veszélyeztetett korosztályt kéne elsősorban elérnünk, ami jelenleg én azt gondolom, hogy hát nagyon-nagyon fiatalon elkezdik használni az eszközöket, sőt mondhatnám, hogy a gyerekek elkezdik használni az eszközöket, úgyhogy én általános iskolától lőném be így az alsó határt és a felső határ meg a csillagos ég. Elsősorban iskolák, én azt gondolom, de hogy mi szeretnénk, hogyha eljutnánk munkahelyekre is, akik felismerik azt, hogy mondjuk egy ilyen rekreációs napot érdemes itt eltölteni. Talán az a szép egyébként ebben a történetben, hogy ugye itt is létrejön az a fúziónk által, ami tényleg csodásban, hogy Jani ugye sok éve dolgozik iskolákkal, és mi ugye sok éve foglalkozunk rendezvényszervezéssel, tehát rengeteg céggel állunk kapcsolatban, tehát hogy valahogy itt is ez a fúzió fog létrejönni, hogy a Jani kapcsolatai által az iskolák, a mi kapcsolatunk által, ugye a munkahelyeken is probléma a folyamatos telefonnyomkodás, tehát hogy megvan a célközönség, de azt hiszem, hogy mindenki a célközönség. Vajon mi lehet az oka annak, hogy a valódi élmények helyett ezeket a nem valódi élményeket keresi mindenki? Ezekért az élményekért nem kell semmit tenni. Tehát reggel bekapcsolom a telefont, feltöltök egy képet, nem is biztos, hogy a valóságról, és kapok rá X visszajelzést, imádják, lájkolják, tetszik, kommentelik, és én ezzel megelégszem, hogy hát akkor jól vagyok. Tehát ha azt látják rólam, hogy jól vagyok, akkor én biztos, hogy jól vagyok. És ezért az élményért nem kell semmit tenni, még ki se kell kelni az ágyból, csak be kell kapcsolni a telefont. Én azt gondolom, hogy mi szeretnénk megmutatni azt, hogy kelj ki az ágyból, gyere el, és meglátod azt, hogy vannak más élmények is, amik talán sokkal többet adnak, mint egy like. Hogy képzeljem el ezt az élményparkot? Hány fős csapatok tudnak bemenni? 5 fős turnusok, tehát hogy egy ilyen program az körülbelül 3 órát vesz majd igény, hogy nyilván annak függően, milyen gyorsan tudnak kijutni a területről.
illetve ami fontos még, és ezzel sem foglalkozik senki, hogy az élményparkból való kiutás után lesz egy kiértékelés. Tehát az emberi kapcsolatok a területen, ugye ez egy ilyen kiélezett helyzetben, hogyan viszonyulnak a esetleg kollégák vagy osztálytársak egymáshoz, ezt majd a végén akkor kijönnek, akkor a kollégát, aki fogjuk elemezni. És nagyjából most hogy néznek ki a munkálatok, hogy néz ki? 60%-on állunk körülbelül. Az azt jelenti, hogy a nyitás? Március közepe. Tehát maga a terület ugye már üzemeltet, itt átalakítás, egy nagyon szép kiszolgáló. Helyileg? Hol van ez Török-Bálinti pályánkon lesz egyébként, egy nagyon szép kiszolgáló helyiséget építünk most, ami 40-50 fő befogadására, illetve kivetítőkkel mindennel együtt így fog üzemelni, mert most éppen ezt csináljuk. Ami fontos része a programnak, az, hogy emberek őszintén kommunikálnak egymással. Tehát nem csak az élménypedagógiai elemek, a játék, hanem az, hogy utána lesznek kiértékelő csoportok, amit kezdetben én, később majd becsatlakozó kollégáim fognak vezetni, ahol megbeszéljük azt, hogy nem csak azt, hogy mi történt abban az egy órában, hanem hogy miért jöttek el, mi a cél, hogyan élték meg az ott létet, és hogy hogyan tudunk esetleg a jövőben segíteni, ha akarják, hogy segítsünk. Van ennek neve is? Kitaláltatok valami nevet? Persze, az offoy.hu, és igazából az életérzés, az offoy is kapcsol ki életérzés. Uh-huh. És mennyire világszinten ez mennyire egyedülálló? Azt gondolom, hogy nagyon sok munkát fektettünk abba, hogy találjunk, és nem találtunk. Tehát akkor lehet, hogy le is kell védetni. Jó, akkor nem is nagyon fogok kérdezni, hogy egész fontos, ami lesz, majd meglátjuk. És ez lehet egy első lépés. Milyen továbbiak követhetik még kapcsolódóan talán? Vannak ilyen ötletek is? Megvan a második szint is már, de nem tudom, hogy erről szabad-e beszélnünk. Még egyszer ezt hiszem? Egy pár szóban. Te inkább ezt. Én azt gondolom, hogy ezzel a parkkal, hogy ez megnyílik, nem szeretnénk itt megállni, hanem szeretnénk tovább vinni a munkát. Tehát szeretnénk bevinni iskolákba, esetleg több parkot üzemeltetni szerte az országba, és egy programmal lefedni ezt az egészet, amit mi így kitaláltunk. Igazából level 1, level 2, tehát több szintet is tervezünk, tehát ne az legyen, hogy valaki eljön, és akkor végigjárja a PET területet, és azt mondja, hogy többet nem megyek el, köszönöm, szembesültem vele, hanem ez ott, hogy kilép a parkból, ott nem ér véget. Tehát onnan lesznek opciók ajánlva, hogy például egyébként, ahogy olyan is említett, én is függő személyiség vagyok, nálunk például a függőségváltás az a sportba. Tehát mi például a sportunk, tehát alternatívákat szeretnénk adni, hogy a helyet ezt tudjuk ajánlani. Tehát ez is egy irány. Tehát ugye elindult a munka, a folyamatban van, gondolom, veszitek föl a kapcsolatot mindenkivel. Gondolom ezután is, hogyha valaki szeretne titeket megkeresni, akkor megtalál. Nem tudom, hogy lehet veletek kapcsolatban lépni. Offoy.hu. Jó, valamit még szeretném volna mondani. Nekem eszembe jutott az is, hogy egyik célunk az volt, hogyha valaki felismerné ott esetleg, hogy tényleg problémám van. Tehát ezzel problémám van, akkor nem szeretnénk elengedni a kezét, hanem mindenképpen, ha függő és segítséget kér, akkor egy ilyen utógondozás jelleggel elkezdhetjük a munkát a függőségével kapcsolatban. Mert miért ne ismerné ott fel, hogy nekem ez probléma. Szeretnénk családokkal is foglalkozni, tehát beszéltünk iskolákról, beszéltünk munkahelyekről, de hogyha egy család felismeri, egy magyar család, hogy nálunk ez probléma, szeretnénk több minőségi időt egymással eltölteni, és elmegyünk ebbe az élményparkba, és lerakjuk a telefont 2-3 órára, amíg a program tart. Aztán beszélgetünk egyet. Különböző játékok vannak, amiben tényleg az összetartozást erősíti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a családokat is megcéloztuk ezzel a programmal. Hiszen ahol valami gond van, ott mindig a góc pont a család? Én azt gondolom, hogy mindig. Mindig. Tehát minden függőség a családba vezethető vissza. És ugye te foglalkozol nagyon sok függővel, főleg kábítószerfüggőkkel. Például ez a fajta közösségi média vagy internet függőség, ez a pszichológiában hogy áll jelenleg? Én úgy tudom, hogy így az online játék függőség 2018-ban már a mentális zavarok közé lett sorolva a WHO szerint. A közösségi média még nem.
de azt gondolom, hogy ez csak időkérdése, hogy ki legyen mondva, hogy ennek a függősége is mentális zavar. Szóval most egy lépéssel előbb vagytok talán. Én azt gondolom, hogy igen. Reméljük többel. Jó, köszönjük szépen.